Hello, hello. Másnap van a koncert másnapja. Tegnap már nem jelentkeztünk be, mert hazaértünk és kidőltünk. Elég fáradtak voltunk. Ma 11:45-ig aludtunk, ami még itt nem fordult elő. Úgyhogy azt hiszem kialudtuk magunkat. Ma egy ilyen nagyon laza kis nyugis vasárnapot tartunk. Most 3 óra van, és Ellie-vel kiindultunk egy ilyen parkba, ahol el tudjuk őt engedni, és tud futkározni. Nagyon hiányzik az otthoni kutyafuti, ami ugye ott volt konkrétan a lakásunk mellett, szóval nagyon egyszerű volt vele lemenni, ő is nagyon szerette, mi is nagyon szerettük. Itt meg ilyen 20 perc autós útra van tőlünk, de semmi baj, megszokja ő is, megszokjuk mi is. A tegnapi koncertről még azért mesélek, vagy mesélünk egy picit, mert szerintem érdemel pár szót. Nagyon-nagyon jó volt. Érdekes koncepció ez, hogy igazából 7-kor kezdődött, el is kezdték tök pontba 7-kor a Fall Out Boy-jal, és éjfélkor be is fejezte a Red Hot Chili Peppers, szóval nem volt semmi ráadás, meg semmi. És 7 fellépő volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, és akkor volt olyan, aki 20 percet játszott, az ilyen kisebbek, volt olyan előadó, aki fél órát játszott, és volt olyan előadó, aki 40 percet játszott, szóval így olyan, nem volt olyan hosszúságú egyik sem, mint egy normál koncert, mondjuk akár a Szigeten. Úgyhogy ez érdekes volt egyébként, mert azért nyilván a nagy kedvenceinket bőven elhallgattuk volna még, és nem volt elég belőlük. De amúgy nekem itt tetszett, hogy adott esetben ugye tényleg az embernek több kedvence is játszik egy este alatt. Én élveztem, nagyon-nagyon élveztem. Tetszett a koncepció. Kezdjétek el egy olyan helyszínen, mondjuk a Pap László. Bent ment végig a koncert. A fellépők között felvezetések voltak, meg reklámok mentek, ami fura volt, de oké. És közben, ahogyha valamelyik előadó nem érdekelt, vagy nyilván akartál venni enni, inni, ki kellett menned mosdóba, akkor csak úgy kimentél, és így a kinti része az arénának igazából olyan volt kell, mint a Sziget, tehát ilyen rengeteg ember ment ide-oda, óriási sorok a WC-hez, meg hasonló, szóval igazából olyan volt, mint egy napnyi Sziget összetömörítve 5 órába egy pici helyre, igen. Tök jó volt, érdekes koncepció, lehet, hogy itt Amerikában ez amúgy tökre megszokott. Check fight. Nagyon oda tette, lebontotta a ház falait. A Red Hat is nagyon jó volt, és a Muse is nagyon jó volt. Úgyhogy 3 olyan együttes, akiket én nagyon, nagyon szeretek, de különösen Jack White-ot, és óriási élmény volt így egyszerre látni őket. Mind a mellett nekem tök fura volt ez az amerikai módi, meg az is, hogy például széksorok voltak a dühöngőbe, szóval nem volt, ja, igen. Nem volt ilyen rendes erezzel a hajad buli, hanem lent is ilyen, nagyon vicces volt fönnről az ülőjárfő, úgy nézett, mint egy ilyen hadsereg állna sorokba. És ennek megvan az előnye, mert nyilván nyugis, meg nincs ez a tömegnyomor, viszont valahogy nekem azért hiányozna, hogy legyen egy olyan rész, ahol lehet pogózni, lehet így igazán bulizni. Meg ez, hogy, tehát az, hogy egy banda 20 percet játszik, meg tehát 30-at, tehát oda mész védetembe, először végre lehet, hogy csak fejlődött, és mint egy 40 percet nyomja. Az olyan fura, de lehet, hogy csak európai fejjel. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire jellemző itt. Gondolom, hogyha egy dedikált, egy előadóra fókuszáló stadionshow, akkor az nem lehet 40 perc, az nagyon hosszú. Szóval itt azért volt ez, mert kvázi olyan volt, mint egy ilyen mini fesztivál tényleg. Ezt egy itten ilyen alternatív rádió adó szervezte, és akkor nekik voltak ott ezek a bemondóik, ők konferálta fel, meg hát Jared Leto úgyis. Ja, igen, Jared Leto is teljesen random megjelent, és akkor ő konferálta fel azt hiszem a Muse-t. Ez fura, hogy csak ülőhelyek voltak igazából, vagy van. Ott nagyon elől az első 2 sorban talán így álltak az emberek, de lehet, hogy amúgy nekik is ülőhelyük lett. Neki nem állt, tudom, mindenki állt. Mi is álltunk a jó. Igen. Nincs ez az ilyen, de olyan rendszerezett minden nagyon. Igen, nagyon, nagyon rendszerezett volt az egész, meg nagyon szabálykövetőek voltak amúgy az amerikai. Tehát mindenki bulizott, de nem úgy, hogy teljesen eresztette volna magát, vagy bármi. Ami amúgy nekem
nagyon szimpatikus, tök pozitív, illetve biztonságot is adott, hiszen én nagyon alacsony vagyok, tehát mondjuk amikor otthon elmentem valami koncertre, és beálltam volna, vagy szerettem volna bemenni a tömegbe előre, akkor igazából soha nem tudtam megtenni, mert nem éreztem biztonságosnak, úgyhogy ez nekem nagyon tetszett, meg nem is ellenőrizték a jegyünkön sehol, soha, hogy hol ülünk, melyik szektorba kell menni, szóval amúgy bárhova bemehettünk volna, de ennek ellenére is mindenki a saját helyén ült, úgyhogy ez tök pozitív. Na de megérkeztünk a parkba, úgyhogy... vágni, megvágom a két lakásnézős vlog videót. Picit ezeket csúsztatva fogjátok látni, de aztán majd behozom magamat. Fél óra múlva kijön HBO Maxon a Last of Us sorozat. Tudhatjátok néhányan, hogy mennyire szeretem a videójátékot. Úgyhogy nagyon izgulok, és nagyon várom már, azt meg fogom nézni, és akkor majd, hát addig nem fogom bőven befejezni a vágást, de majd akkor tartok egy kis szünetet. Felfedezzük Kaliforniát a GPN keresztül. Oh. Ezt jó, ezt szép élesen lehetni, jó. Megéri ez a tájcső, mint a való életben. Ilyen szép minden a kilátás. Na, kell egy új autó. Te mit gondolsz erről? Lenne. Fuck, that's scary. I'm gonna be using your car. Majd ezt is élőben is megmutatjuk nektek. Gyönyörű. Hát egy lépést tegyél előre szerintem.